A Borlábor 5 éve indult el a Dog Stúdióból, ahol számos zenekar munkálkodik a jazztől a funkin át egészen a popzenéig mindenféle műfajban. A bordalokat kedvelő csapatot a népzene iránti szeretet hozta össze, alakulásuk óta pedig folyamatosan formálódik stílusuk. Vannak saját dalaink is, abból van a legkevesebb. Olyanok vannak, hogy vannak népzenei, szöveg nélküli népzenék, amire írtunk saját szövegeket, tehát elsősorban a szövegírásban jeleskedünk, de a zeneszerzése áll távol tőlünk, több képzett zenész is van a csapatban, akik komoly oskolákat végeztek. Igaz, hogy zeneszerzést nem tanultak, de hát ez sok könnyű műfajban vitézkedő zenekarra jellemző, hogy nem feltétlen kimívelt fejek kellenek hozzá, hanem bizonyos belső intuíciók. Makóra változatos műsorral érkeztek, leginkább lírai dalokat hoztak, akadt azonban néhány pörgősebb bordal is a repertoárjukban. Lejátszottak Bódi László cipő emlékére, valamint az ismerős arcoktól is hallhatott a közönség néhány számot. Kis Imre, az együttes vezetője elárulta, egy nagyobb tervük is van a jövőre nézve. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit szeretnénk a magyar népzenét és ezt a közép-európai, mondjuk úgy, hogy balkános, meg szláv népzenéket így egy kicsit ötvözni. Nem beszélek mellé, de ebben van egy számomra példamutató zenekar, a Balkán Fanatik, akik ezt elég jól művelik. Nem ugyanúgy szeretnénk csinálni, de igazából az ötletet ez adta nekem. A Zenepavilloni programsorozat most vasárnap tovább folytatódik. 19 órától az Evergreen Operett és Musical válogatással mutatkozik be a makói közönségnek a Makovec téren.